Kedves nézőink, ebben az ünnepi adásban első vendégem dr. Bermiklós Váci Püspök. Azért hívtuk meg, mert az ő életében most egy fordulópont következik, de szeretném elmondani eddigi életútját. Édesapját két éves korában vesztette el, a gimnáziumot Vácot végezte. Tanulmányait a Budapesti Központi Papnevelőintézetben folytatta. A Hittudományi Akadémián avatták a teológia doktorává. 1997-ben Esztergom belvárosában lett plévános. Közben 1979-től teológiai tanárként teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán filozófiát tanított. Püspöki pályafutásáról. Második János Pál pápa 2003. május 27-én nevezte ki a Váci Egyházmegye megyés püspökévé. Beiktatása június 20-án történt. Jelmondata Permanentes in fide, azaz rendületlenül a hídben. Díjait és elismeréseit is ismertetem, Szent Ciril és Metód emlékérem 2013-ban, a Magyar Érdemrend középkeresztje 2015-ben, Radnóti Miklós antirasszista díj 2017-ben, s ugyanebben az évben megkapta a Raul Wallenberg díjat is. 2018-ban az egyházi törvényeknek megfelelően 75. életévének betöltése előtt Ferenc pápának bejelentette lemondását. És innentől nagy szeretettel köszöntöm Bermiklós Püspök ura, a Jézus Krisztus. Mindenki, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. És szeretnénk akkor mindjárt ezzel az utolsó mondattal kezdeni, hogy 75. életévében le kell mondania a püspököknek. Ez a mi egyházi törvényünk egy nagyon okos bölcs törvény. Tudomásul kell venni, hogy elmúltak az évek, és ez egy olyan kedves gesztus, hogy a pápa felé jelezzük, hogy már elérkezett az idő, hogy átadjuk a szolgálatot a következő püspöknek. A Szent Atya megkapta ezt a levelemet, és most várom az intézkedését, hogy kijelölje az utódomat akiért már most is imádkozom, és szeretném szépen átadni a püspöki szolgálatot. Egy ilyen gazdag életút után látjuk, hogy ugye a neveléssel is nagyon sokat törődött. Nem lesz hirtelen üres az élete? Tehát mit tud, mihez kezd majd? Én nagyon remélem, hogy a felszabaduló időmet arra tudom majd használni, hogy összegezzem egy kicsit a tapasztalataimat szeretnék talán egy kicsit többet olvasni, amire eddig nem volt időm. Meg talán leírni azt, amit már öregedő, talán egy kicsit bölcsebb öreg papként látok a világról, az életről, az Úr Jézus szemszögéből. Azt hiszem, hogy ezt a munkát is már egy ideje gyakorolja Püspök úr, hiszen számos könyv jelent meg a legelső, Polcalennel és Sajgó Szabolcsal, Élet, hit, lélek volt az első könyv. Itt most látok hármat is, amit hozott nekünk. Az egyik maga műsorunk címadója, Örömet hozzak, hol gond tanyázik. Hogy gondolt, amikor legelőször, azt hiszem, hogy nem is ön akart talán könyvet írni, hanem megkérték rá. Ez tényleg így volt. Ez a kedves újságíró barátom, a Réti József, keresett meg évekkel ezelőtt, amikor meghalt az ő drága aki akihez mindig tudott menni tanácsot kérni. És akkor megkeresett engem, hogy jöhetne egy kicsit beszélgetni. És aztán elkezdtünk beszélgetni. És én magam is rádöbbentem, hogy olyan kérdéseket tesz fel, ami nem csak őt, hanem mindnyájunkat foglalkoztat. És elkezdtük a beszélgetéseket, és kerestük együtt a választ, a megoldást, megint a hitünk alapján. Hát így születtek ezek a beszélgetések, és egymást követték ezek a kis interjú kötetek, amivel én tényleg szeretnék vigasztalást, reménységet, bátorítást adni mindazoknak, akik ezt olvassák. Akkor egy picit egy-egy mondatot minden könyvről. Szeressek hmm. ott, ahol gyűlölnek. Tudjuk, hogy a világban bizony sokat gyűlölet. Érdekes módon találtunk rá erre a címre. Diákorom óta nagyon tisztelem, nagyon szeretem a Sziszi Szent Ferencet. Hát nem kell mondanunk, hogy a mostani pápánk is őt választotta névadójául. A természet szeretete az ő, talán hadd mondjam így, naivitásával kedves, őszinte Isten keresése közel állt mindig hozzám. És van egy tőle származó imánk, amit neki tulajdonítunk, amelyik így kezdődik, hogy Uram, tégy engem a te békéd eszközévé. Na most ezt a imát szoktam emlegetni, és akkor a beszélgető partnerem azt mondta, na, álljunk meg ennél a mondatnál, hogy a gyűlölet ellen, a gyűlölettel szemben, a szeretetet képviseljük, és, és erről beszélgettünk. És akkor a második kötet is innen való, a, hogy örömet vigyek ott, ahol gontanyázik, ez is Szent Ferenc imájából való. Ezt, sokszor szoktam mondani, hogy olyan szép is lehetne a világunk, ha, ha tényleg így tudnánk gondolkozni, hogy átélnénk azt, hogy a Jóisten eszközei vagyunk, hogy az ő szeretetével gyógyítsuk a beteg világot. Nagyon kedves nekem ennek a könyvnek a borítója, hiszen egy aktív püspököt látunk a természetben, de mozgás, sport. Ön szerint mennyire fontos, hogy az ember lelkileg is és testileg is ápolja magát? Hát a Jóisten ilyen természetet adott nekünk. Testben és lélekben élünk. Nem véletlen, hogy a cserkészet olyan közel áll hozzám, a cserkészpedagógia aminek éppen ez a lényege, hogy a természet közeli élményeken keresztül formálódjunk, alakuljunk. És ebben benne van az öntevékenység, a, a sport, a mozgás, a, a közösen megélt szép kirándulások, túrák. Hát örülök, hogy ezt a képet választotta az én barátom. A Duna különben is nagyon kedves nekem és hát a sok vizitúra emléke ott van-e mögött a kép mögött. Meg az az igazság, hogy mi is szeretjük látni az embert, tiszteljük a püspököt, de kíváncsiak vagyunk magára az emberre, és ezekből a könyvekből nagyon sok mindent meg lehet tudni. Mondják, hogy tulajdonképpen ön talán a legnyitottabb, a legelőre nézőbb, ö, szívesen veszi a reformokat, befogadja a világi, a diakonusokat, hány diakónus szentelt már. Úgyhogy. Hát szeretnék ilyen lenni. Köszönöm a dicséretet, hát de. Ez szeretnék, a hír járja. Szeretnék ennek megfelelni, és tényleg így gondolom, hogy a jóisten, ami, ami látható, tapasztalható emberi személyiségünkön keresztül ad üzenetet. Ez a mi felelősségünk is. És hát megjelent a harmadik kötet is, mindig velem. Ebben a harmadik kötetben talán a, a borítólap is jelzi, hogy az édesanyám sírjánál van a Pilismaróti temetőben. Egy kicsit édesanyám emlékének is szenteltem ezeket a beszélgetéseket, és ő már oda át van. És né, valahogy így érzem azt, hogy lélekben mégis közel van hozzám, de vele együtt szeretnék mindig a jó isten közelében élni. Hát ezekből a beszélgetésekből talán valami átjön ebből a szándékomból. Én megkérdezem, mert biztos sokakban fölmerül, nem fordulhat elő, hogy továbbra is maradt püspök? Sokan megkérdezik ezt, és viccesen szoktam mondani, hogy egészen addig, ameddig az utódom meg nem érkezik, én leszek a váci püspök. De Továbbis nyugdíjasként is maradok püspök, más lesz a kapcsolatom az emberekkel, az egyházközségekkel, de ugyanúgy a szívemem szeretném hordani az ő életüket, az ő gondjaikat, fájdalmaikat és örömeiket. Kedves püspök úr, mi azt hiszem, hogy ehhez az életműhöz csak gratulálni tudunk, és visszavárjuk továbbra is így időről időre. Mi nagyon köszönjük, hogy megtiszteli műsorunkat, emeli a színvonalt, és, és várjuk az újabb köteteket, hírtadunk róla, és sok boldogságot kívánok! Nagyon köszönöm! Mindig szívesen jövök ide Glóriához!